Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Éltetszer egy Olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok. Én pedig Mészáros Márton. A szokás, szokásokhoz híven ismételten szolgálati közleményekkel kezdjük. Először is elnézést kérünk a csúszásért. Beccó, idén már nem lesz több ilyen. Ugyan, hát nem lesz azért több. én abban nem vagyok teljesen, nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem lesz, de törekszünk rá, hogy ne Jó. legyen. Minden összejött fogorvos, fogfájás, stb. 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 Na, hát igen. De azért közben nagyon sok minden történt velünk. Az egyik, talán ez a legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk, hogy a kedves hallgatóknak szeretném fölhívni a figyelmét, hogy mától nem csak egy egyszerű rödomtörténés szül itt velem szemben a virtuális térben, hanem egy egyetemi docenset köszönhet köszönhetünk Jó, a, 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 itt a műsorban. Hát, ezt, én, ezt én kifogom vágni, majd nem biztos vagyok. Mert... Ne, ezt nem, nem engedem, hogy kivágd. Léci, hagyd benne. Jó, hát nagyon én Tök büszke köszönöm. vagyok rád, Marca. Hát szépen. figyelj. Évek, Negélt. na mindegy, ezt, 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 ez, ez nagyon jó hír. Úgyhogy Negélt. tessék Negélt. ennek örülni, és akkor csak így ilyen kulisszatitkot elárulok, hogy ezt így Marca, hát ez nem egy ez egy évek óta húzódó folyamat, hogy így fogalmazzak, hogy azért ezt is csak úgy árultad el ilyen titkosan. Alig, igen. alig, alig tudtam igen. meg, úgyhogy, ah, úgyhogy ez na, egy nagyon, nagyon fontos dolog, úgyhogy köszönöm köszönöm. gratulálok Marcának. Szépen köszönöm szépen. Illetve még egy nagyon jó dolog ért minket, és most ez a tényleg ilyen dicsekvés legyen, hogy kaptuk egy olyan olvasói levelet, egy olyan szemét... De ja, is. Igen. De az egyik egy olyan hallgatótól volt, aki tényleg nem ismerünk személyesen, és a számunkra egy, ez egy olyan mérföldkő. ráadásul... Rá, 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 volt sül... már azért ilyen máskor is, volt, de most ö, ő kifejezetten hiányolt a műsort, és aggódott, hogy, hogy nem lesz. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Jó Én lesz, nagyon tett. szépen köszönjük. Én azért a folytatom, mert ő így fogalmazott, igen. hogy remélem, hogy az ország legjobb szépről, ami podcastja, az nem szűnik meg. Tehát, hogy itt azért... Jó, hát ez az ő szájából azért ez máshogy hangzott, mint hogy most itt mi beolvasunk. De, de... nem, ne, ez, ez, tök jó volt. Hát, és Nagy szeretném megköszönni Andrásnak, és és, 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 tök jó. üdvözöljük. Üdvözöljük, és a Gion Nándor az egy nagyon jó, nagyon jó tipp, úgyhogy fogunk, mindenféleképpen lesz valami Gion Nándor szöveg, úgyhogy... Bizony, bizony, bizony. Hogy ez tök jó dolog. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor még egy gyors szolgálati közlemény, hogy szabad ország, szabad oktatás. Égy, így, így, Na, és akkor, mielőtt elfelejteném, kitaláltuk, még hát augusztusban kezdtünk el erről beszélgetni, hogy hogy kéne egy új rovatot indítanunk. Oho, na, pedig... Én ezt elfelejtettem. Na, na, így, van. pont erre gondoltam, hogy aminek az lenne ennek az új rovatnak a címe, hogy gondolatok a lépcsőház után, tehát mindig, amikor vége egy adásnak, akkor körülbelül három másodperc múlva jut az embernek eszébe, hogy hú, hát erről se beszéltünk, arról se beszéltünk, és abban állapodtunk meg, hogy akkor lesz egy ilyen rovat, hogy gondolatok a lépcsőház után, ha jól emlékszem, ez volt a címe. Lépcsőházi gondolatok, nem? Lépcsőházi gondolatok? Jó, nem hát nem akkor... Már nem úgy van, hogy kilépsz az ajtón, és akkor a lépcsőházba jutesz be, nem úgy van a mondás, hogy, hogy akkor jut eszedbe, hogy mit kellett volna válaszolni. És nem, hogy... én meg úgy tudom, hogy találkozol valakivel a lépcsőházban. Ja. És a... akkor így, ahelyett, hogy jól elküldenéd a susnyásba, akkor Igen. így ilyen hebex habox, és amikor már hazamegy. Megvan a jó mondat, amit é... bele lehetett volna gyakni a földbe. Igen. Igen. Hát <laughs> szerencsére nekünk nem kell belegyakni a földbe, <laughs> hanem így a saját hülyeségeinket tudjuk korrigálni. Igen. Úgyhogy én például azt nagyon jó lett volna, hogyha az előző adásban elmondtam volna, hogy Hogyha ezt a szöveget összevetjük a feleségem történetével, akkor ott nagyon-nagyon sok párhuzam van, ahol így a, egy férfi ö, agyal a nőn, és próbálja kitalálni, hogy mi hogy volt, meg hogy mit gondoltod, meg hogy mint van. Úgyhogy... Na most ilyenben azért lesz részünk most is. Ö, ez abszolút. <laughs> Úgyhogy én most már előre szólok, hogy így ez a lépcsőház, tehát ezek a gondolatok a lépcsőház előtt, hogy a Füstmilán <laughs> feleségem történet, az biztos, hogy ide, ide fog tudni passzolni. Meg hát a hajnóc is tulajdonképpen. Hát, igen, igen. Úgy, hogyha innen nézed. <laughs> Meg hát, hogyha már így veszük, akkor a Jadviga párnája, ugyanaz. Na igen, igen. Hát, a... hát tulajdonképpen akkor a Márainak a gyertyák csonkigégnek is. Tehát igen, tulajdonképpen... csak még arról ne... igen. Hát igen. szóval, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy jó, jó menő séma, vagy nem tudom. Igen, szóval, hogy ez egy, igen. Én, ez egy... De de Még bizony. egy apró dolog van, mert azt beszéltük, hogy három dolgot lehet, három dolgot lehet uh, újra visszahozni az emlékezetből. Uh, nem, bírtuk, nem jutott eszünkbe, hogy Benedek Istvánnak hívják azt a Benedek pszichát. István az aranyketrec. Igen, című, aki, akit mindenféleképpen meg szerettünk volna említeni a hajnóciadás kapcsán. Amúgy a Benedekerek unokája, meg a Benedek, Benedek Marce fia. És, 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 ugye a Karinti Gábornak volt a Igen, igen, igen. Úgyhogy... Uh, Mind Amiről rössze. viszont a, a, ugye ez a, 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 hogy hívják, a Karinti Mártonnak ez az őrdögörcs, őrdögörcs regény folyamának, amit azért én jó szívvel tudok ajánlani, mert az egy, az egy, az egy nagyon érdekes szöveg, hogyha valakit érdekel a Karinti családnak a, egy ilyen belső nézetű hát leírása. Uh. Abszolút. Én jó, nagyon jó, jó Igen, a igen, a igen, a igen a nagyon jó szöveg, és uh, tök érdekes látni azt, hogy így alulnézetből így egy, egy ilyen... Egy kicsit tudod, mire emlékeztet engem, hogy még ezt gyorsan mondjam, a Kosztolányi, vagy a Harmosi Lonának, a Kosztolányi Dezsőnének vannak a két könyve a Kosztolányi Dezsőről és a Karinti Frigyesről, és hogy az ennek a hangulatát hozza. Persze nem olyan jó színvonalom, mint a Harmas de de azért az is így tök jó, így bele lehet kukkantani egy... Családi mi életében. Mi víz család életébe. család. Na akkor még van, van, egy utolsó lehetőséget, hogy esetleg, ha Én valamit így... semmi, de majd biztos, ez viszont majd, majd most majd a következő adás a... Hozzá ez jó lesz. Addig, jó, ez az, jó, hát akkor eltelt 22 adás, most jön a 23 és sem, semmi nincs, amit a pótolni, itt volt a nagy hát lehetőség. Nem, nem teszem, mert rengeteg dolog van, amit beszeretnék pótolni, de hát most már késő. Jó, kigondolok jövő, vagy következő, következő epizódra. Na sok, jó. sok van, nem szoktam mostanában újra hallgatni a, a régieket, majd fölírom, hogyha. Jó, jó, szuper. Na hát akkor ö, csapjunk is bele, és Igen. akkor a 23. Élt egyszer egy olvasó adásában orava címre 1972. szeptember című könyvéről fogunk beszélgetni ami először 1988-ban jelent meg a magvetőnél, aztán a második javított kiadás 93-ban a Pesti Szalon kiadónál, és De a harmadik kemézben. javított kiadás megjelent 2003-ban a Jelenkornál, majd a negyedik adás, a negyedik kiadás megjelent 2022-ben a 2020-ban bocsánat a a magvetőnél, Abba az életműsorozatban. Igen, igen, 20, ugye? 20, igen. Ez azért egy picit le is írja a magyar könyvkiadásnak, így a, a kiadói történeti oldaláról, a. a, a, hát igen. a hogy milyen kiad, kiadványok meg hogy jönnek. Úgyhogy adódik is az első kérdésem, hogy neked mi a egy címre olvasói történeted? Mindig ezzel szoktunk kezdeni, úgyhogy Marca, igen. vágjunk bele. Hát én nagyon-nagyon szerettem ezt a szöveget. Még, még csak egy, egy mondatot erről a kiadványról, erről a... a, a a, a pesti szalonosról, hogy ez a ez a könyvudvarban lehetett megvenni, pontosan 30 forint volt. És nagy nagy toronyba állt. egészen méltatlan méltatlan ö, ö, szituáció volt, mert szerintem ez a ez a, ez a hát az egyik a magyar, a magyar költészetnek talán az egyik csúcs teljesítménye. Ö, és, és akkor me, vettünk ilyen, én ilyen, ilyen húszasával vettem, meg, meg még én pár, pár emberről tudok például a Hanságjárg is, azt hiszem, hogy vett egy csomót, és akkor gyorsan leapasztottuk ott ezt a tornyot, és aztán osztogattuk boldog, boldogtalannak. A, tehát, hogy, hogy én nagyon, na, hogy az egyik kedvenc, kedvenc szövegem, és a is az egyik kedvenc szerzőm, azt meg kell, hogy mondjam. Én főleg a prózájával foglalkozom, mármint irodamtörténészként, a, a, a regényekről írok, írtam elég sokat, meg most éppen a hétvégén is Balatonfüreden erről adtam elő, és az volt az érdekes, hogy nem csak, tehát négy óra előadás volt, képzeld el, vagy négy olyan előadás volt, ami közel való négy, négy. az enyémmel aha. együtt, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen úgy, úgy, látszik, hogy, hogy vannak olyan Témák, ez most éppensége ember és természetnek a viszonya volt, ahol, ahol ez, ahol valahogy az uravec az, az ilyen nagyon, nagyon, aha, adja, magát, történt, igen, adja, magát, igen. 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 És, és de nem csak a regényekről volt szó hanem a megfelelő nap című kötetről is tehát hogy Na, szóval, hogy én nagyon-nagyon mm uh -huh. nagyról nagy, nagy lehet, rajongó vagyok, sőt, annyira, hogy, a, hogy az, en, az, első szakdolgozat tervem az ez volt, hogy, hogy erről fogok írni konkrétan a 72. szeptemberről. Igen, de... ezt nem is tudtam. Igen, de igen, az volt az első ötletem, hogy erről írok, csak aztán, aztán írtam róla egy nagyon rossz szemináriumi dolgozatot, és elment tőle a kedvem, vagy úgy nagyjából arra jöttem rá, hogy a, hogy a Zoltán az úgy nagyjából mindent megírt erről a szövegről, amit én a, mondjuk akkor, 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 akkor így gondolom, Gondoltam, gondoltam, erről, Ö, hát főleg az zoli tanulván nyilván, meg és akkor, és akkor hát így letettem, letettem, letettem róla, de, de, de nagy, 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 rajongó vagyok a halászó embert, és nagyon szeretem ugye az a az, a, az, az ilyen visszemlékezős, szintén ilyen prózeverses kötete, a regényeket nagyon szeretem. Megmondom őszintén, hogy a, amúgy a, Amúgy a, ma, tehát a, az Oravec költészetnél, hát én talán egy picit jobban szeretem a, a, a prózai cuccait, vagy az olyan, ami inkább, a, inkább így a próza felé, felé megy, mert majd biztos beszélünk róla, hogy, hogy, miért. És akkor én is kérdezlek, hogy te hogy vagy, hogy vagy oravec Nekem is egyetem, ugyanúgy, mint neked, ugyanaz a példányom meg volt, csak valakinek kölcsön adtam, és nem adta vissza, úgyhogy ha jól tudom, Babics Mijának volt egy ilyen mondása, hogy kö könyvet nem adunk kölcsön, és hát milyen igaza volt, mert az tök eltűnt, úgyhogy majd a polcomon találtam is egy olyan könyvet hoztam, ami nincs meg nekem az eredeti kiadás, úgyhogy dupláztam ebből a szempontból, úgyhogy én most ezt a, ezt a magvetős új kiadást, ezt meg kellett vennem, és olyan olyan szinten nincs, hogy én uh, antikváriumon, már nagyon régóta egy elő van jegyezve nekem az ö, el, előző kiadásokban. Szeretem megszerezni az első kiadásokat, tehát minél tehát a legkorábbi kiadásokat, és egyszerűen nem lehet. Nincs. De azt hiszem, hogy ennek az elsője az valami nagyon alacsony példányba jött ki. Tehát, hogy... hogy ezt, az, ezt említi is az előszóban, még, igen, hogy ilyen, miért beszél, aztán és, hogy a, a, Nem, mesterségesen valami igen, mondani, igen, mesterségesen alacsony. Ö, nekem az vissza. egyetem alatt volt, ö, én is nagyon-nagyon szeretem ezt a szöveget, sokat is olvastam újra, ö, viszonylag most régen olvastam újra, úgyhogy most egy kicsit mások volt a viszonyom, úgyhogy ö, majd, majd erre, erre kíváncsi vagyok, így megmondom így előre, hogy most nem volt olyan nagy ö, nagy élmény. Nagy, nagy egy, Igen, most egy kicsit ilyen, ilyen vissza, tehát hogy így nem adta magát annyira a szöveg, mint emlékeztem és szerettem régen. A halászombert én is, és e, e, azt ma, majd, majd arról beszéljünk mindenféleképpen, hogy most akkor e, címre ő költő, vagy író, vagy prózaíró, vagy, vagy most, hogy vagy, vagy ez így hogy van, vagy ennek van-e van egyáltalán tétje. És akkor e, szerintem csapjunk is bele, de mielőtt föltenném az első kérdésemet, ami ezzel az 1972. szeptember című 92 szövegben álló kötet kapcsán majd fölmerül az olvasóban, hogy hogy felolvasnám az első részt, az első szöveget, hogy egy kicsit így beleizleljünk a, a szöveg hangulatába, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Jó. Tehát így kezdődik a könyv, hogy kezdetben volt a te, volt az ott, volt az akkor, volt a kék égbolt, volt a napsütés, volt a tavasz, volt a meleg, volt a rét, volt a virág, volt a fa, volt a fű, volt a madár, volt az erdő, volt a barátság, volt a határozottság, volt a könnyedség, volt a bizalom, volt az odaadás. Volt a gazdagság, volt az öröm, volt a derű, volt a nevetés, volt az ének, volt a beszéd, volt az imádság, volt a dicséret, volt a tisztelet, volt az egyetértés, volt az édesség, volt a tisztaság, volt a szépség, volt az igenlés, volt a hit, volt a remény, volt a szeretet, volt a jövő, aztán a teből ő, az ottból itt, az akkorból más, a kékékboltból fekete füst, a napsütésből eső, a tavaszból tél, a melegből hideg, a rédből mocsár, a virágból kóró, a fából hamu, a fűből avar, a madárból préda, az erőből gyengeség, a bátorságból gyávaság, a határozottságból bizonytalanság, a könnyedségből nehézkesség, a bizalomból gyanakvás, az odaadásból önzés, a gazdagságból szegénység, az örömből bánat, a derűből ború, a nevetésből sírás, az énekből kornyikálás, a beszédből dadogás, az imádságból káromlás, a dicséretből átok, a tiszteletből megvetés, az egyetértésből visszáj, az édességből keserűség, a tisztaságból szenny, a szépségből varangy, az igenlésből tagadás, a hitből kétkedés, a reményből kétségbeesés, a szeretetből gyűlölet, a jövőből múlt lett, és kezdődött előről az egész. Hát ezzel indul a szöveg, nem tudom, hogy emlékszel, hogy volt a Kulteren készült velünk egy interjú, akkor így szóba került, hogy majd ez a szöveg is lesz idén, és akkor mondtam, hogy ez egy próza és akkor te egybe mondtad, hogy ez egy verses Igen. kötet, és én, én úgy terveztem, majd, hogy ezt az adást úgy fogjuk kezdeni, hogy na akkor, hát ez, ez, ez bebizonyítsa neked, hogy ez mitől próza kötet, és hát, jó, az és akkor, a akkor a po pont ezt akartam az mondani, az mondani az neked, az hogy most van. <laughs> Így kint voltam egy parkba, és ültem a padon, és akkor na, akkor felolvasom magamnak ezt a szöveget. És felolvastam hangosan, és akkor így egy perc alatt összedőlt minden, minden teóriám azzal kapcsolatosan, hogy ez most próza. És akkor most adódik is a kérdés, hogy ugye a főszöveg is azt mondja, hogy ez egy prózaves, meg te is azt említetted, hogy ezek prózavesek, hogy... Na kedves Marca docens úr mondd meg nekünk, hogy hogy mitől mit, 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 no, mit, 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 no, lesz no, egy no. próza és engem ami a legjobban érdekel, az hogy ha a hogy mi van akkor, hogyha egy más uh, olvasási stratégiával olvasunk egy olyan szöveget, hogyha mondjuk így kvázi azt mondjuk erről, hogy próza, és akkor ez egy líra, hogy lehet-e rosszul olvasni egy szöveget, inkább így teszem fel a, a, a kérdés, hogy, ugye ne, neked mi a megfejtése, te, te, hogyan gondolkozol ezekről a szövegekről? Hát én, én most tényleg nem akarok... Nem akarok nem de mondani, tartsál, mert ez izgé. De a, a, mondjuk az, hogy... De, 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 az meg hülyén veszik ki magát. Szóval, hogy meg nem is vagyok ennek olyan nagy szakértője. Tehát, hogy, a, hogy a, a, ugye az, hogy ugye, a, mondjuk van a van a Zonnak, meg hát sokaknak, vagy sokan átveszik ezt egy ilyen a, a, a versszerűségnek egy ilyen definíciója, ami körül, de nagyon sok ilyen definíció van, de az, az valahogy úgy hangzik, hogy a, hogy, a, hogy a vers az az, amikor a szekvencialitását azt nem tud nem érzékelni. Tehát, hogy, a, hogy valami szekvenciákból áll aha. ez a dolog, amely szekvenciák valahogy visszatérnek. És akkor, és akkor nagyon látványosan persze mind, mindenki ugye első, elsőt az a rím, hogy a, hogy, a, hogy, a ve, hogy a vers az az, ami rímel, persze ez éppenséggel nem rímel, de hogy, a, hogy, ugye ez is ugye, ugye ugyanennek, a, ugyanennek egy ilyen nagyon látványos példája, hogy a, a, rímben nem tudod nem észrevenni, hogy visszatér valami világos. szekvencia a szövegbe tehát és akkor eb, ennek, a, ennek a, ez a visszatérésnek ö, ö, hát az, az ez ad valamiféle metrumot vagy valamiféle metrikát vagy ritmusosságot a szövegnek, és akkor ez a, ez a, ez a ritmusosság vagy metrika ez valahogy, valahogy egy, egy ilyen külső rendszerként rátelepedik a a szövegre, tehát nem, nem, csak az a logikája, amit mondasz, hanem, hanem megvan egy másik logikája, az, hogy ennek a ritmusnak is valamiképpen érvényesülnie kell, tehát hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon, nagyon leegyszerűsítő magyarázat erre, és akkor a, ugye a prózavers az meg azért érdekes, mert ugye ugyanúgy Jakobson mondja azt is, hogy, a, hogy ennek a szekvencialitásnak a minimál feltétele az a vers sor. tehát hogy a hogy, amikor, hogy, hogy, egyszerűen, ahogy te, te fogalmaztál pont ebbe a kulteres interjúban, emlékszem a kis, kis ilyen csörténkre, és azt mondtad, hogy de hát, hát a nem vers az, van, az, ami nincs végig, vagy, ír, ír, a az, végig. az a vers. És abban meg tök igazad van. Hát így van, így van, így van. Tehát ez meg a másik definíciója, tehát hogy ilyen értelme a prózavers az valahogy a kettő közt van, tehát ez a, ez sorszerű szekvencialitás, ami, ami ugye Jakobzon, meg mit tudom, az Zoltán is a mint is valahogy a, valahogy a versszerűségnek egy ilyen feltétele, azt ott hogy, érzed, hogy megtörik a dolog, és újra kezdődik egy sor, és megint újra kezdődik egy sor, és megint újra kezdődik, ez, ez, ezzel nem él, viszont gyakran, ebben a, ebben a kötetben nagyon gyakran, de nem minden egyes szövegben amúgy, ez, ez a fajta gondolat hát ez a fajta, nem gondolat, nem, ez hülyeség, majd ezt, ezt kivágjuk, nem gondolat ritmusról van itt szó, hanem ez a, ez a fajta eltéveszthetetlen szekvencialitásból adódó metrika, tehát ez a ez ami, az ami nem tudod nem észlelni, hogy itt ismétlődik a kezdetben volt a te, volt a igen, az igen. Ének, volt a boldogság, volt a... És ráadásul ugye ez egy... És aztán, aztán a teből lett, aztán az abban abba, és akkor, és akkor érzed, hogy, hogy, hogy megvan, -e, hogy ez egy ilyen sajátos ritmust ad tulajdonképpen a szövegnek. Na most nem mindegyik, nem mindegyik, nem mindegyik ö, ö, szöveg ö, ennyire, ennyire ritmikus, de, de nagyon gyakran meg igen. Ugye ez, ez, ha a prózában ennyire ritmikus valami, az, az, inkább hibának szoktuk tartani, vagy az inkább valamilyen ilyen stilisztikai hiba, hogy, 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 hogy túl erősen érzed ezt a, ezt a ritmust, és ilyen hosszan nem lehet, tehát hogy persze kulcs jelen jelenetekben esetleg megjelenhet, de az hogy, az, hogy az egész szöveg valami ilyesmivel van végírva, az nincs. Tehát hogy, ilyen, na, na, tehát, hogy ilyen, igazi megfejtés nem tudok adni, és akkor, a, hogy, hogy, most akkor mi is pontosan a prózavers, de hogy, hogy egyszer valószínű az, hogy, hogy mind a két olvasási lehetőséget felkínálja. És akkor, és hogy ez miért fontos, mert általában, igen, tehát, hogy, hogy még csak befejezem ezt a gondolatmenetet, hogy a, hogy, hogy ugye azt mondja na és akkor most már tényleg nagyon durván irodalom elmélet óra vagyok, hogy, hogy a, azt mondja ugye a Cvetán Todorov nyomán, Paul Demon is, meg sokan, hogy a, meg Jonathan kellő is, hogy, a, hogy, ezek a műfajok, ezek valójában ö, olvasási stratégiák. Ugyanígy a műnemek is olvasási stratégiák. Tehát, hogy, ez, hogy az azért nem mindegy, hogy valamit prózaként, máshogy olvasod, máshogy olvasod, hogyha prózaként olvasol valamit, vagy máshogy olvasod, más olvasási gyakorlataink vannak, vagy más önkéntelenül is más olvasási stratégiákat mozgat az ember, hogyha valami valamit versként olvas, mint hogyha, mint hogyha prózaként. És, a, és, akkor, és akkor, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy hogy persze lehet lehet rosszul olvasni. Tehát nagyon sokan olvasnak rosszul, szerintem, hogy. Tehát, hogy tömegek. Hát igen, szóval, hogy, hogy persze, én, meg én mindenki tudné, ha rosszul olvas. Szóval szerintem, szerintem azért van olyan, hogy rosszul olvasás, és akkor ugye Ugye, de itt, itt ez, ez ilyesfajta szövegek, azok persze mind, minden, vagy, vagy, könnyen adják magukat mindkét fajta, mindkét fajta olvasási módnak, és ez éppen azért viszont, mert hogy, 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 a, hogy, a, hogy a oszcillál ugye itt a két szcéna között ez, a, ez, a, ez, az egész kötet, másrészt meg ez meg is nehezíti, hogy most akkor ez, ez mi is. Tehát, hogy, 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 egyrészt bármelyik olvasási móddal jól meg lehet szólítani, viszont, viszont másfél meg, meg szembesít téged azzal, hogy, 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 nem, nem mindig egyértelmű, hogy milyen olvasási stratégiát választ. Két irányba is vissza. elindulhatunk, majd akkor te eldöntöd, hogy neked melyik a szimpatikusabb, mert az egyik nagyon adja magát, hogy oké, okay, akkor <kül> egyáltalán, akkor mi a franc ez a kötet? Akkor, akkor ez most mi? Ez egy uh, uh, szerelmes levelek gyűjteménye? Szakító levelek gyűjteménye? Szemrehányoló levelek gyűjteménye? Uh, Gyászmunka levelek? Filozófiai értekezések? Uh, mindegyik egy kicsit, meg egyik sem, hogy akkor ez milyen stratégiát lehet? Akkor nézzük meg magát a, a, a tárgyat, tisztítsuk meg ezt a tárgyat, ha egyáltalán meg kell, vagy menjünk, vagy menjünk el abba az irányba, hogy te, mint olvasó, hogy érezted magad, nem az általánosan, te konkrétan neked milyen olvasási stratégiáid voltak, te melyik, melyik stratégiát választottad? Melyik irányba induljunk <kül> Én, én, ha választani lehet, akkor én az első irányba indulnék el, mert csak azért is, mert ugye ő azt mondtad, hogy felolvasod az első szöveget, viszont az én kiadásomban nem, nem is az első szöveg, szerintem nem is a második, hanem ez igazából az én kiadásomban a harmadik szöveg, és mind a az előző kettő, azt nem lehet elfelejteni, ugye az első, vagy nem lehet kihagyni belőle az első, az egy nagyon beszédes motto, Ö, ugye a, a, és ez már, az már igazából a második kérdéshez vezetne minket, csak, csak a rendkedvért mondom el, ugye ez Szabó a 26. év című ő, hát megrázóan gyönyörű szonetciklusából származik, ami ugye ez a motto, hogy valami tegnap, mely mind hama lenne, és akkor ugye ez a, ez a 26. év című, című hú, hát azt mondjuk, szöveg, szövege Szabolulinsznek, az ugye a korzati erzsikével való kap, 25 éves kapcsolatának a lezárása, amelyben ugyanis ugye ugyanis igen. ugye az érzi meghal, és akkor ez igazából ez a 120 szonett, ez, ez, ez ennek, a, ennek a gyász évnek a, a, az eseményeit ő dolgozza fel, és ez és ez az ez a, ez a Oravec munka, tehát a 72. szeptember, az nagyon, nagyon sok ponton meg is idézi ezt a, ezt a munkát, majd erről, erről, erről lehet, hogy egy picit érdemesen beszélni. A más, második, az pedig egy előszó, ami, ami egy ilyen, egy igen, ilyen igen, igen, keretbe rendezi tulajdonképpen ezt az egész szöveget, és uh, ugye azt mondja, hogy, hogy ezek ugye jegyzetlapok, tehát ez már, az, ez már aztán igazán nagyon, nagyon direkt módon irányítja ugye az olvasásunk, hogy, hogy, ezek, hogy ő jegyzetlapokat lapokat és akkor ezek évek során összekeveredtek, és, 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 ott a, a, különböző benyomásait, meg ilyesmiket rögzít, e, e, ezeken a jegyzetlapokon, és ezeket már nem is lehet időrendbe tenni, Ö, 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 és a, hát tulajdonképpen amit olvasunk, ezek a, ezek a jegyzetlapok, a, amik nem is biztos, hogy egy az valakihez szólnak. Igen, sőt, nem, igen, sőt, igen. Ugye, az, az, mondjuk magából a szövegből is kiderül, hogy itt nagyon át, sok, három, nagyon sok. négy vagy, vagy még több, nagyon sok, hát azért vannak ilyen fő, főbb szereplők nyilván, és hogy ezek már nem is konkrét nők, hanem valahogy úgy fogalmaz, ha jól emlékszem, ez az előszó, hanem a, hanem a hősnek az ellenlábasai, és akkor ez, 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 például az, hogy van egy hős, és van neki egy ellenlábasa, ez például egy nagyon klasszikus, epikus keret, nem? Tehát, hogy itt egy, ez valahogy aha. meg kell neked próbálnod, egy valami, valami egysége, tehát, hogy van egy ilyen olvasás, és akkor itt összekötődik a másik, másik kérdéseddel, hogy van egy olyan olvasási mód, hogy te arra vállalkozol, hogy ezt megpróbálod össze, össze össze ezeket a jegyzetlapokat rendbe tenni. Tehát, hogy megpróbálsz valami, egy, valami egységes narratív sémát fölismerni. Én például már nem emlékeztem már az előszóra, úgyhogy amikor most újra olvastam, azzal a lendülettel az első bekezdés után ki is hagytam, és így mentem tovább a szövegre, mert engem nem érdekeltek ezek a használt utasítások, és hogy ez így föl magadnak magamnak egy ilyen kérdés, úgyhogy akkor most adódik a kérdés, és már akkor le is, meg is válaszoltad, hogy akkor ezt elolvastad előre, és akkor ez így. Tehát ez szerint olvasod én ezt értem, de. Ez a szövegnek a része, nem? Tehát, hogy ez egy nagyon önkényes döntésed volt neked akkor, hogy úgy döntöttél, hogy ezt nem olvasod el, mert oda van írva, vagy előszó. Tehát, hogy az. A, a, a persze, az egy ilyen, hogy mondjuk, ez, ezt e, paratextusoknak mondjuk, tehát, hogy a, ilyen, ilyen a szöveg környékén lévő dolgok, abszolút, előszó. Abszolút, hátlap, persze, persze. Ja, tulajdonképpen ilyen a cím is, nem? De hát ezek azért, ezek azért alapvetően befolyásolják a a szövegnek a, a, Vagy hát nem tudom. Szóval persze lehet úgy dönt, mert, igen, különböző... Jó, most ez egy érdekes kérdés, amit felvetettél, hogy, hogy persze, mert a, mert a főszövegnél igen, azért igen, 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 a, a, könyvet, igen. ugye? Igen. De jó, ez nem, ez nem szóval tudom, szóval nekem az én ritmus érzékemnek ez, ez valahogy utolsóként, Nekem sokkal jobban, ugye. nekem úgy, úgy volt jó, amikor elolvastam, akkor újra elolvasni, hogy na akkor még, mégis, hogy ő mit gondol róla, mert előtte igen, szerettem ha, volna ha, én, én végig gondolni ezeket de amúgy ezek nagyon izgalmasak a dolgok, amiket ott fölvett, úgyhogy amiket te is mondtál, hogy ugye ezek jegyzetlapok, amelyeket ő összegyűjt a rendkedvéért, és akkor ebből lesz valami. Hát ez nekem nagyon tetszik, mint olvasó, hogy akkor majd én elrendezhetem a dolgokat. Akkor csak itt bejön ugyanaz, mint a Jadvigánál volt. Tehát, hogy ez hát ugyanaz. Pontosan. Aha. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, a, hogy, itt, itt ugye, ugye arra hívna föl, ez szerint a az olvasási stratégia szerint, hogy, hogy, akkor ezt próbáld meg valami egységbe rakni. Mondjuk azért az, 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 érdekes, hogy ő maga azt mondja, hogy nem tudja. Tehát, hogy, már, tehát, hogy, ele, hogy ez egy eleve kudarcos, kudarcos kísérletet, de azért az is mond valamit a világról, nem? Vagy szóval az is egy határozott állítás azért a nem tudom én, az emberi kapcsolatokról, vagy, vagy, ez már lehet, hogy nem is az emberi kapcsolatokról szól, hanem egy embernek a, igen, a igen, másik igen, igen. való viszonyáról, vagy a szerelemhez való viszonyáról ö, ö, általában, hogy ez, hogy ez, nem olyasmi, amit, amit, amit ilyen logikusan... Ezért, volt, bizony, aha, ezért, ezért volt ez a bizony... Ezért volt ez a bizonytalanság, az elején, amiket így felsoroltam, van. hogy ezek mm -hmm. most szerelmes levelek, ezek most filozófiai traktátusok, ezek vég, ez végrendelet, mert tehát néha már már azt is lehet olvasni. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog van, és a végén arra jössz, hogy ezek ilyen filozófiai elmélkedések leginkább, tehát, hogy nagyon sok esetben így, így, ebbe, az irányba, ebbe az irányba megy el. Hát, hát igen. De hát azért, azért másfél meg ugye mégiscsak a, a, a szövegeknek a többsége az egy tehez beszél. Tehát van egy te, aki, akihez, akihez, szól, és aztán kiderül, hogy ez a te, ez nem egy egységes személyiség, hanem, hanem sok mindenki lehet te, és, az, el, ugye, és akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen, ez az egész, ez az első szöveg, amit nagyon, nagyon jó is, hogy felolvastál, mert ugye, ugye ez is úgy fordul, hogy, 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 hogy kezdetben volt a te, ugye az, a, az az első, és aztán amikor van a fordulat, aztán a teből ő lesz, és akkor ez, a, ez az alap, alap sémája a, a dolognak. Ugye ez a kezdetben nyilván a, igen, nyilván igen. A, igen. A, a bibliai utalás, tehát hogy ez egy valami nagyon eredendő, tehát ez, ez meg azt támogatná, amit te mondasz, hogy ez valamiképpen egy ilyen filozófia, de akkor, akkor most talán itt, itt, érdemes egy nagyon röviden ezt a 26. évet megemlíteni, hogy miért is akkor egy tedd ezt gyorsan. dolog a ezt teszem gyorsan, ezt, ezt, nem én találtam ki, hogy ezt a Kocsár Szabó Zoltán is leírja meg, hát aki, hát hogy, hogy ez ne, nagyon nehezen megkerülhető, hogy ugye maga a 26. év az egy, az egy, olyan, ez egy 120 szonetből áll, és akkor ugye az van, hogy az alapszituáció nem végig, de hogy, hogy a hogy a szövegeknek a túlnyomó többsége egy, igen, a, egy igen. tehez beszél szintén, és a, ugye ez, a, ahogy a gyászban, az, amúgy ez nem ritka, hogy, a, hogy, ugye, a, hogy ugye továbbra is egyes szám második személyben beszél, vannak ilyen öreg nénik, akik kimennek a temetőbe és álmesélik igen, a, igen. a halott férjüknek, hogy mit csinál, tehát, hogy, és akkor különösen a gyásznak az elején, hogy, hogy ez hogy nem tud elengedni, hogy ez a személyes viszonyod, ez már nincs, és akkor ugye itt ez, ez azért is érdekes, hát költészett, történetileg, mert hogy ugye ez, ez az egyes személy, második személy, ugye ez a amit gyakran egy ilyen, úgy, 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 nevezik, hogy apostrofé, tehát ugye azzal, azzal van kapcsolatban, amikor a Petőfi Sándor megszólítja a Zordonkárpátoknak fenyvesekkel vadregényes táját, egyes személyve második személyével, mit nekem te Zordon nem, tudom, tehát hogy ez egy ilyen ez a romantikus költészetnek, vagy a, egyáltalán a romantikus lírának egy ilyen alap Trópusa. és akkor a, a, a végére, tehát, hogy amíg valahogy valami olyasmi van itt a 26. évben, hogy amíg te tekint tud beszélni ehhez az erzsikéhez addig addig még addig, Aha, addig igen, nem is igen. tudja igazából elengedni és akkor a végén pedig ugye az van hogy, hogy, hogy már nem az erzsikél lesz megszólítva teként hanem a, az erzsikéről szóló vers illetve az erzsikét agenzorum plakett igen. Ö, és akkor és akkor, és akkor a, a, ott lehet tudni hogy hogy a tebölő lett Jó, és akkor ö, ö, ugye ez ugyanezzel 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 Játszik itt a, a, a szöveg, hogy hogy nyilván amíg tekint beszél valakihez, itt a, a, az oravert szöveg, addig addig még nincs elvégezve véletőleg az a munka, az a nyász munka, ami ahhoz kéne, hogy hogy tovább tudjon lépni, vagy vagy valamilyenféle értelmezést hát tudnék én így hirtelen. Akkor lehet, úgy hogy, jöntem. és ez, ez tök jó, hogy így mondtad, mert ez bennem így, ez, nekem ez így nem volt meg annyira, mert viszonylag régen olvastam ezt a, ezt a Szabó Lőrinc verses kötetet de ennél a szövegnél maradva, az nagyon érdekes volt, amit te is mondtál, hogy amikor olvassuk a szöveget, hogy körülbelül a, most akkor számoljuk úgy, hogy az előszó az a nulladik, a motto a mínusz egyedik, és akkor mondhatjuk, hogy az első szövegtől kezdve, mondjuk ugye a 30 30, 30, 30 tehát a 30 e -e -e, ig e -e. e -e, ott, 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 tök egység, ott nagyon egységben van, és akkor azt, ha röviden Egyegység össze lehet ezt fogalni, ezt, akkor e -e. arról van szó, hogy van egy, e van egy én meg egy te, egy feltételezhetően egy férfi és egy nő, egy nőről, egy férfi megismerkedik egy nővel egy parkban, ők összejönnek, és egy ilyen nagyon nagy szerelem alakul ki közöttük, és és ennek a leginkább a, a hír, az elején a hirtelen szenvedélyét láthatjuk, és utána a nagyon-nagyon gyors és annál ilyen brutálisabb végét, és akkor utána Legtöbbször a szöveg úgy fogalmaz, hogy emlékszem a legelső alkalom, amikor jöttél. Ö, emlékszem, amikor utoljára jöttél. Mindig megvan ez a kezdet, a vég, előtte, utána, ellentétek. Ez, ez, ez amit ezt mondasz, ez a, ezek a szekvenciák, ezek a, a gondolati ritmusok. Szerintem jó az a gondolati ritmus, mert van egy ilyen, én ezt ilyen úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy van egy ilyen mantraszerű folyamatos rámondás, ilyen ráolvasási gyakorlata, hogy így mondja, 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 ja. mondja és akkor így nagyjából megtudjuk azt a történetet, hogy ők összejöttek, ja. ott mintha lett volna egy ilyen megcsolás de és akkor egy ez egy, egy extrément féltékenység, és akkor módon, ez az és akkor az és akkor de de nem, szerintem jutt, nem, egyért, ne, nem egyértelmű, hogy ez ugyanez a személy, hát nem biztos, hogy az mert az történik, az, igen. hogy egyszer csak arról olvashatunk, hogy ez az elbeszélő elmegy egy barátjának a lakásáról, ott találja a nőt, Én tök véletlenül, mert őt keresi a nőt, és akkor végül ott lesz a, a férfi lakásában. És akkor utána lesz egy ö, ilyen öngyilkossági kísérlet, ö, és nagyjából, hogyha ilyen kronológiába vesszük a szöveg elejét, ez az, ami nagyon pontosan rögzíthető, és itt is már elbizonytalanodtunk, hogy ez most hány szeméhez kötődik, de ez egy vagy két személyhez kötődik, és ennyi a főtörténet, és utána gyakorlatilag ö, egy folyamatos gyászmunkának vagyunk a, a szemtanúi, és akkor egyszer csak így előbukkan egy olyan, hogy ö, utaztam a fiammal. Majd olvasott tovább, utaztam a fiunkkal, és akkor így, így az évekre is lesznek utalások, és akkor így, így mondjuk így a. hogyha azt mondom, hogy a 30-93-ig, 30 30-60-ig, így nagyon sok idő eltelik, és hirtelen már összemosódnak a, ezek a tek, és már korábbi szerelmek is lesznek, és Mindezt csak azért próbálom említeni, mert na ez tipikusan az a könyv, hogy ezt nem lehet elszpoilerezni, illetve nagyon nehéz összefoglalni, hogy na akkor ennek mi is a története. És itt jön az, hogy hát igen, igen. hogy egy olyan szöveggel állunk szembe, vagy egy olyan könyvvel állunk szembe, amit nekünk olvasónak kell összeraknunk. És hogy ez... És hogy ez nagyon izgalmas, főleg nekem, amikor az egyetemist a koromban olvastam, akkor az nagyon tetszett, mert hogy ez nekem nagyon nagy újdonság volt, hogy van egy szöveg, amelyik nem szájborágósan akarja nekem elmagyarázni, hogy én mit, mit, mit gondoljak róla, nagyon sok kétséget hagy, de mellette meg nagyon izgalmas tereket is nyit meg neked. Na, és akkor, a, akkor lehet, hogy érdemes a, a, amúgy azon a nyomvonalon is talán elindulni, ami, ami ebből következik, ugye? Hogy akkor ez, hogy ez mit is állít? Na, akkor mit ezzel? is állít ezzel? Nem? Tehát, hogy, hogy érted? Hát most azt én nem tudom, csak ez, tehát, hogy ez nem olyan kérdés, amire így van, van valami kész válaszom. Tehát, hogy, 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 ez egy olyan kérdés, ami valóban kérdés. Tehát, hogy, hogy nem, nem retorikai kérdés, vagy költői kérdés, hanem, hanem egy valódi kérdés, hogy, hogy mi, mi, is ezzel, mi is ezzel az állítása. Például az felvethető, hogy csak egy, egy ilyen szempontot mondjak, vagy egy ilyen lehetséges válasz, de egyáltalán nem tudom, hogy ez így van-e, vagy, ne, vagy nem nem, biztos, hogy minden olvasásban ez konkretizálódik, hogy, 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 hogy egyáltalán az ember hogyan fér hozzá a saját múltjához. Azért az úgy látszik, hogy az, 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 az mint, hogyha, mint hogyha ennek ez a szövegnek tök jó, hogy az egyik, mondod, ez nem egyik lenne. Tök jó. Tehát, Hát igen, nem? Tehát, hogy, hogy éppenséggel, áll. amikor benne vagy, akkor, akkor azért nem férsz hozzá, mert nem tudod még a következményeit, amikor meg már túl vagy rajta, akkor, akkor, akkor meg már a következményei felől vizsgálod ezt, a, vizsgálod ezt az egészet. És akkor ugye ez van még ráadásul megbonyolítva azzal, hogy, egy, hogy ráadásul itt egy, itt, hát egy vagy sok, hát sok, sok szerelmi, és, ezek nagyon heves szerelmi történetek a többségükben. Tehát, hogy azért, hogy mi, hát gondoljunk bele, hogy, hogy itt, itt, ugye ez a, ez a helyezett ilyen öngyilkossági kísérlet, ez végig ott lebeg az egész szövegben, hogy, ő, hogy azt nem tudjuk, hogy egyszer vagy többször igen. kísérelte meg öngyilkosságot, de hogy, de hogy az ott lebeg, tehát gond, hogy, egy akkora szerelem, ami, 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 átrendezi az ő egész életét, és akkor, és akkor van egy harmadik ilyen, ilyen hát, opció, az meg, az meg ugye ez a, Hát hogy mond, hogy, 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 hogy tudom ezt finoman, tehát ez a szemérmetlen őszintesége a a testi, testiségnek a leírásában. Tehát hogy ez a zavarba ejtő. Nem vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy te hogy érted ezt a részét meg, tehát hogy hogy ilyen hiperrészletes leírásai. Um, igen, most nem rég olvastam Nádost, úgyhogy most az annyira sokan. nem nem nem. értem amit igen, mondasz, értem. Igen, de hát... ja, ja, ja. Hát szóval, hogy megdöbbentő őszintességgel beszél arról, hogy, hogy ahogy onanizál a nőre gondolva, a megdöbbentő részletességgel írja le az ilyen egy hogy igazából, hogy mennyire, mennyire a testi vágy mozgatja ezt az egész hmm, ezt, Bocsánat, bocsánat ezt, azt azzal egészíteném ki, hogy ez tök jó gondolat, hogy itt nem csak a testiség ilyen szemérmetlenül őszinte, vagy nem megszokottul őszinte, hanem minden érzelem. Minden érzelem, és szerintem ez, ez benne a a nagyon-nagyon radikális újdonság. Tehát, hogy ez a, ez a szintű már-már ilyen, igen, uh, igen. nem is tudom, de nyomasztóan, nyomasztóan túlzottan is. Aha. Igen, mert ugye az a, az a vállalás, hogy ő neki a távol lévő felett is képviselnie kell. Tehát, hogy, hogy, akkor ilyen értemben egy ilyen önmarcán. Mint én ezt hó, pont nem hó, érzem hó, a hogy szóval, mert nekem vége az volt az érzésem, hogy ahelyett, hogy próbálná ezt így megérteni, inkább a vádaskodás megy folyamatosan végig. Tehát végig. Abszolút, igen, de, igen. De arra igen. is reflektál, hogy már vádaskodok. Az abszolút tehát, hogy. Abszolút de van az javasl. a lelkiállapot, amikor már csak vádaskodik az ember. Tehát, hogy, na és akkor, és akkor csak ezt akarom mondani, hogy, 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 hogy lehet, hogy azért is nem köthető ez a konkrét személyhez, mert hogy ez a, valahogy így, ilyen értelemben akár a, a, a testi vágynak a, a, az elsöprő erejéről veszi, ami nem szükségszerűen kötődik. Ösztön, az ösztön. Tehát ösztön. Mondjuk lehet egy ilyen olvasó, az ösztön, tehát hogy amikor, ja, ja, ja. Tehát most ezek, ezek csak ilyen hirtelen, hirtelen ötleteim, nem gondoltam ezt végig igazából pontosan, csak hogy érdemes amúgy ezt megfontolni, hogy, 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 hogy mi lehet vajon át. Nekem meghatározó olvasmány szinten. élményem volt újra, és hogy így visszagondolok, régen is ez volt, hogy olvasod a szöveget, és így egy kicsit úgy érzed magad, hogy egy olyan sorozatot néznél, aminek most már 272. része van, és akkor ott, ott, ott vannak szereplők, akiről a csics, hogy ki kicsoda, de félmondatokban utalnak egy másikra, neked tudnod kéne dolgokat, és így nem tudsz. És hogy szerintem ez a szöveg arra tanít meg, hogy olvasóként vannak olyan helyzetek, hogy így nem, nem, nem lasz lesz, hogy így most mint egy kriminél, hogy meg fogod tudni pontosan, hogy ki kicsoda, és akkor utána fölsejlik a dolog. Itt nem, hát uh, rengetegszer olvastuk ezt a szöveget, egyszerűen olyan alapvető dolgokat sem tudnánk százszerzelékosan állítani, hogy akkor most hány, hány szerelem szól ebben a... hány szerelmeshez íródik ez a szöveg. mind mindegyik nő, mindegyik. Tehát, hogy, tehát, hogy még... még igen. Tehát egy csomó olyan kérdés fölmerül benned, amit így mondjuk ilyen olvasási megszokásodból, olvasási praxisodból egyszerűen ez nincs meg. És tehát, hogy emellett, a szöveg mellett nagyon, nagyon föl kell kötni a gatyát, mint olvasó. Én viszont ezt nagyon szeretem, hogyha egy olyan olyan szerződést tudok kötni egy elbeszélővel, hogy ő komolyan vesz engem olyan szempontból, hogy megdolgoztat. De most az újraolvasás során most úgy éreztem, hogy most már ez kicsit sok is volt nekem. Hogy, hogy, hogy bizonyos esetekben el, el, Aha. így meg is tölt a ritmus. És tudod, mi volt a legérdekesebb? Hogy így én is pont fogorvoshoz mentem, és akkor a 30. történetig jutottam a mielőtt bejutottam volna a fogorvoshoz, és akkor és akkor utána elkezdtem visszafelé, vonattal mentem ki, és akkor Dunakeszire, és akkor visszafelé jöttem, és folytattam tovább az olvasást, és akkor úgy éreztem, mintha így most lemaradtam valamiről, tudod, így vissza kellett lapoznom, hogy akkor és és akkor tudod, ott, ott jön, pont ott jön a váltás, ja, hogy ja, akkor ja. rájössz arra, hogy ez lehet, hogy ez nem ugyanaz az egy emberről szól, de szól, és akkor így nagyon érdekes volt, hogy az időben is megvolt ez a törés, és megmondom őszintén, hogy nekem most az első 30 szöveg az első tetszett, és ezt most többször is újraolvastam, és a többi már az annyira nem tudott jól működni. Hát igen, igen, igen. Csak hát tényleg közben meg az van, hogy azért mégiscsak, vagy hogy azért az, hogy mondjam, az életünk is ilyen, egy picit nem, hogy azért nincs nincs az, hogy belelátsz annyira bárkinek az életébe. Tehát, hogy, hogy a, ahogy azért egy regény összefoglalja valaki, valami sztorit, azért az, a, hogy mondjam, ez egy csinál dolog, ez, ez sokkal természetesebb, nem, hogy körülbelül így élünk, látunk felvillanásokat ö, 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 néhány jelenetet, és akkor abból megpróbálsz valami nagy sztorit összerakni, és ez egyetán biztos, hogy, 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 hogy esélyed van erre, és, és tulajdonképpen tulajdonképpen a saját múltad is egy ponton már ilyenné válik a számodra, hogy, hogy itt 20 évvel ezelőtti viszonya éthányast, hogy, hogy tudsz ahhoz hozzáférni még Pontosan, akkor is, hogy no, 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 szembesülnöd no, kell azzal, no, no. hogy akármennyire is próbálsz radikálisan őszinte lenni, és azért ez, ez a szöveg mindent megtesz annak érdekében, az még semmit nem jelent. Tehát hiába vagy te tárgyilagos, nagyon őszinte, önmarcangulóan túlzóan részletes, hiába rögzítesz mindent, az még semmilyen szinten nem fog neked megváltást adni. És innentől kezdve lesz egy olyan érdekes íva a szövegnek, hogy Persze. nagyon ugye a, a személyestől indul, és egyre általánosabb lesz. Tehát, hogy egy, egyre inkább azt érzed, hogy ez az emberiségnek a, 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 a történelmét írja le. Tehát, hogy nagyon, nagyon, szóval nagyon sok mindent bele lehet gondolni ebbe a szövegbe. Egy kicsit menjünk, menjünk konkrét. Ja, igen, igen. Hát ja, bocs, csak az őszinteségről még egyet azért hadd mondjak, hogy, a, hogy, hogy, persze, ugye, az egész kultúránk az, az vagy mindig azt az úgy nekünk, hogy milyen fontos, hogy őszinte legyél, meg minden az a legfontosabb erény. De hogy igazából nem, nem tudsz az lenni. Tehát, hogy te amikor benne állsz egy szituációban, vagy lássad magad tárgyilagosan. Nincs ilyen. Tehát, hogy ez egy illúzió. Benne vagyunk a világban, Rész, részesei vagyunk a, a világ eseményeinek, és, és ez nem, nem tudod ezt kívülről nézni, tehát hogyha, és főleg minél személyesebb a dolog, annál kevésbé tudod kívülről nézni, maximum csak azt tudod tenni, amit ez a szöveg is mond, hogy hogy, 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 belátod azt, hogy elfogult, vagy belátod azt, hogy, 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 hogy te ezeket nem nem, nem tudod tárgyilagosan megragadni, és ez mondjuk ez, ez, már például egy nagyon hasznos, hasznos élettapasztalat, nem? Hogy az, hogy az ember ember belátja, hogy képtelen arra, hogy, hogy objektíven ítélje meg a, akár a saját múltját, vagy akár a saját, saját viszonyait. És főleg, hogyha benne vagy egy ilyen I érzelmi viharban, mint ahogy ez a szöveg állandóan erről szól. De, ilyen, igen, föl mémet, van vannak tekerve az érzelmek. érzelmek. és nem tudom micsoda. Igen, szóval igen, van, igen, a, igen, az érzelm potméter az, 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 mindig az, az, ki, van, ki van, ki van csűrve telire, e, és e, a, akkor meg erre aztán végképpen semmi esélyed nincs. De hogy ez, hogy ez hogy ez, hogy, ez, valahogy ez a világ szerkezete az ilyen, hogy, 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 és, akkor az például tök érdekes, amikor ugye, ugye nem is tudom, hogy ez már melyik, talán, talán az, a, az, 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 éppen a feleségnek a története, tehát hogy akivel összeházasodott, az, 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 az mondja, hogy hogy, 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 hogy mindig attól, hogy, hogy, is volt, hogy, 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 én úgy vágytam a feles, én úgy vágytam a te szerelmedre, mint ahogy te vágytál valaki De ez többszörösen visszajön, visszajön ez a gondolat, valaki, valaki, hogy két, két ember, tehát hogy amikor valami... az az elbeszélő az, szembesül igen. azzal, hogy együtt van valakivel, de mind a ketten máshol akarnának lenni, és mind a ketten a másikkal tehát a, éppen akivel Igen. közvetlenül van, azzal pótolja azt, aki nincs éppen ott, de ezáltal így is csalják meg azt a másikat, Igen. aki Igen, nincs ott. Igen. Ez egy ilyen visszatérő gondolat, és ugye olyan 60 és 90 között van kb. Ilyen. <laughs> és, a, és akkor ugye, amikor ez a megcsalós történet van, akkor utána még aznap este lefekszik vele, mint kiderül ugye ez a feleség, ö, és akkor azt mondja, valahogy úgy ér véget a, a, ez, a, ez a kis szöveg, hogy, hogy akkor úgy, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, új, volt, új voltam neked, azért tudtál megkívánni, mert, hogy, mert hogy, a, hogy, hogy ez egy új szerep volt ebben a viszonyban, hogy, 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 hogy te engem meg tudsz bántani, ennyire meg tudsz bántani, és akkor a, és akkor, és akkor úgy ér igen, véget, hogy úgy igen. éreztem, hogy velem csalsz meg. Re pont, aha, aha, pont igen, ezt szerettem volna az előbb, összetart. hogy akkor most uh, ragadjunk ki egy-két olyan részletet, amivel ami picit így lehet beszélgetni, és azt szerintem ez egy ilyen nagyon jól, jól megírt rész, hogy is hát egy ilyen, tehát lehet, hogy jól lehet beszélgetni. Ez, a, ez úgymond ez a, lebukás, vagy nem is tudom ennek a, az aprólékossága. Ugye ott az a szituáció, hogy elmegy ez a ismerős és akkor érdeklődik a nő után, hogy hol lehet, és először az, először az ismerős az letagadja, miközben a nő elbújik, és akkor, és akkor utána végül előkerül, de ezt több le, szövegen le, keresztül tudjuk keresztül meg. A keresztül meglátja a csizmáit. Ja, és akkor... Ja, és akkor ja, igen, a csizmáit, Ami igen, Jó, volt a hogy, hogy és, és akkor akkor van, a hogy a, a Igen, 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 és akkor utána ez a férfi a borral, és ez teljesen ki van akadva, hogy mi az, hogy megkínálsz borra, és hogy itt az egésznek így az egész mondja, ilyen grotességét tökéletesen Egy szekrényel, vagy egy csillárral is egészen pontosan így fogalmaz a szöveg. Tehát igen, 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 igen. Tényleg, mert hogy a bor, mint ugye a vendégszeretetnek a folyékony jelképe, azt hiszem valami ilyesmit mond, a, folyékony jelképe, igen, itt végképp semmi helyen nem volt, de hogy, és akkor azt mondja, hogy hát ez azért szimbolikus volt az egész lebukás képest is. De, ez a képzel... ja, és de, de, ott is emlékszel, hogy van egy ilyen, hogy bele, megpróbálja bele képzelni magát a csávónak a helyzetébe, hogy... és akkor van egy ilyen félmondat, hogy hát én is kellemetlenül feszek, feszengtem igen, volna ott alsónad a sóna, drágma. Igen. Aha, igen, 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 igen. 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 Ja, 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 nagyon, nagyon, nagyon érdekes, és akkor, és akkor, ugye ez folytatódik, hogyha emlékszem, hogy, a, hogy, a, hogy, 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 hogy kérdezi valami ismerősének az az első kérdés, hogy megütötte-e, hogy megverte -e ezután, és akkor, és akkor, és akkor emlékszem, ja. hogy úgy van valahogy a szöveg, hogy, hogy, hogy azon kezdett el gondolkodni, hogy hát, hogy miért kellett volna megütni, vagy hogy ez, hogy ez, hogy, ez nem, hogy ez ilyen, túl, hogy a filmekben lehet, hogy van ilyen, meg hogy vannak sikeres férfiak, akik a sikeres és erős férfiak, akik biztos, hogy ezt csinálnak, igen, de igen. az, hogy megcsalják őket, az meg inkább azt bizonyítja, hogy mégsem sikeresek és erősek, és hogy, és hogy, és hogy, hogy büszke, büszke rá, hogy, hogy nem ütötte meg, mert nem oldott volna meg semmit. Igen, igen. És az az érdekes, hogy a szöveg itt működik a legjobban szerintem. Ott, amikor egy ilyen ilyen, tehát amikor történetet mesél, tehát amikor, hogyha most így Uh, hogy is mondjam, így kezdek belevenni abba, hogy ezt ne feltétlenül prózának hívjuk ezt a könyvet, hanem prózavásnak. De hogy érdekes módon akkor a legerősebb, akkor tud a legjobban működni, amikor mégiscsak történeteket próbál elmondani, és ezekre a történetekre utána reflektál. Mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy most ez, ezen a konkrét történeten túllépve, amikor már olyan sztorikat is megismerünk ezáltal az, ettől az elbeszélőtől, ahol ő nem is volt jelen. Ez egy tökéletes nézőpontváltás lesz, amikor elkezd mondani egy másik történetet, ami mondjuk a megszólított személlyel kapcsolatos. És akkor látszik igazán, hogy akkor ott meg nem is tud annyira ilyen lebilincselően gördülékeny lenni az elbeszélő, és te ezt nem érezted, Tényleg? Nem, nem vettem ezt észre. E, nem, és, és ráadásul meg ugye, ugye ezek a, ezek a történet, történet darabkák, ugye ez egy csomós, csomószor egyetlen nem érnek véget. Tehát például a, amikor ott nagyon részletesen elmeséli, hogy hogy retteg a, a, a gyereknek az elhelyezési perétől, és aztán kész. Az így ott marad ez a sztori. Nem tudjuk meg, hogy mi lett a, az elhelyezésnek a, a végeredménye. Igen, és az is egy ilyen nagyon beszédes, vagy nagyon, nagyon érdekes jelenet, amikor ugye az van, hogy ugye egy lakásban kell még élniük, és akkor, akkor így először lezárja a saját szobáját, és akkor utána meg elkezd mindent lezárni, és akkor így azt mondja, hogy így ezekkel a sajátságos kulcstárgyakkal együtt kellett élni, mint egy fegyőr lennék a saját életemben. És hogy ezek például ilyenkor nagyon ilyen megrázóan, megrázóan szemléletesek ezek a, ezek a, ezek, a, leírások, ezeket így nagyon Aztán, nagyon aztán viszont azért arról is beszéljünk, hogy azért nyelvileg rettentesen izgalmas megoldások vannak másfelől, tehát hogy amik viszont éppenséggel nem, a, nem az ilyen szerűség felé tolják ugye az olvasást, ugye a, van az a a szöveg, aminek az a címe, hogy Írod, nem tudom, hogy arról, arra emlékszem most kivételesen én olvasnék föl ebből. Na, olvasd, Az van, csinál nem olvasom az egészet, mert hosszú, de, hogy, de hogy, hogy, hogy így egyes szám második szemében elmeséli a, konkrétan azt a levelet, amit tőle kapott. Igen, kaphat. igen ugyanazokkal a fordulatokkal, csak átteszi egyes szám második szemébe. Tehát mutatom a, a kildát, szöveg, ha jól írót, igen, az én kiadásomban a 32. oldal, hogyha valaki meg akarja nézni. Az a cím, hogy Írod, és akkor Írod, hogy megkaptad és köszönöd levelem, ne haragudjak, hogy csak most válaszolsz, de csak mostanában voltál a szüleidnél, és csak mostanában adhatták át, meg tudom, hogy van, örülsz. Tehát az egész, minden egyes szám második személy, az meg van fordítva, és minden, ami ott egy egyes szám második személy volt, az itt egyes szám második személy. Olvas tovább, olvas tovább. Tehát az van, hogy. és csak mostanában adhatták át, meg tudom, hogy van, örülsz, hogy jól vagyok, hogy dolgozom, érdekes emberekkel találkozom, és sokat utazom, már régen nem hallottál felőlem, már aggódtál, hogy valami baj van. Persze nem komolyan, mert az igazat megvalva, mindig is tudtad, hogy kiheverem, és megint rendbe jön minden, kárpótol majd a sors, hogy meg hogy szeretek túlozni, és mindennek az az oka, hogy sötéten látok, és mindenben csak a rosszat keresem, mint például akkor, amikor dühönben kirohantam a B vendéglőből, bi, tehát, hogy itt a városok azok ilyen betűkkel vannak rövidítve, és szó nélkül faképnél hagytalak, csak azért, mert őszinte voltál hozzám, és gyanútlanul elmesélted, hogy egy évfolyam társadnál, ha jól emlékszem, G-vel töltötted az éjszakát, pedig csak nagyon megsajnáltad, mert hogy úgy el volt keseredve, és nem is történt köztetek semmi, még le sem vetköztetek, csak feküdtetek egymás mellett, fogtátok egymás kezét, és reggelig beszélgettetek az ágyon, én meg úgy megijesztettelek, mert mindjárt rosszra gondoltam, és majdnem egy életre szerencsét kétsétlenné tettelek, de aztán szerencsére mégsem, de hadd váltsál témát, hiszen úgy is é, tudom, mire gondolsz. Áh. És ezt is csak azért hoztad föl, mert egy tipikus eset. Meg aztán még biztosan mindig olyan túlérzékeny vagyok, és megint megsértődöm, pedig nem akarsz megbántani, pláne most, hogy úgy feldobott a levelem, és olyan jó hangulatban vagy, stb. 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 De várj, stb. várj, és akkor a legjobb hát, mondatot hogy... ne hagyd ki. És úgy folytatódik, hogy és olyan jó hangulatban vagy, hogy megint úgy előtted van minden, az egész múlt, igen, mint egy nyitott igen, teger. Igen, 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 így van. Na, és akkor, hogy... hogy, hogy, hogy ez például egy, 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 hát nyelvileg is barom izgalmas, hogy mennyire más, hogy, 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 így, ugye megint ezzel az, ezzel az egyes szem második személy, egyes szem első személy dologgal játszik, és, hogy, és hogy, hogy milyen furcsa, hogy ezek a, például ezek a, az üres frázisok, hogy majd túl leszel igen, rajta. Igen. azáltal, hogy, azáltal, hogy túl leszek rajta, mondtad. Azáltal, hogy, azáltal, hogy megcseréli ezeket a ezeket Igen, a grammatikai a... viszonyokat, azáltal lelepleződnek, mint, mint bullshit, mint, 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 mint hazugság, mint, mint üres klisé, vagy megtapasztalod ennek a klisészerűségét azáltal, hogy kikerül abból a kontextusból. Igen, és én ezt azzal ki, hogy közben meg pontosan az van, hogy ugye, amikor így szembesíted az elbeszélőt, hogy amit neked mond, az nálad hogy csapódik le? Tehát, hogy e, és ez hát is egy igen. ilyen mennyire erős kép, hogy amikor így mondanak neked valamit, hogy azt te kvázi hogy fordítod le magadban. És nagyon sok esetben ugye az van, hogy itt, itt most tükörfordításról beszélünk, ha így van, de nagyon sokszor az van, hogy mondanak nekünk valamit, és ezt mi teljesen másképpen értjük. És hogy itt nagyon sokszor, és hát akkor erre is utal egy picit a szöveg, hogy úgy megijesztettél, stb. stb., hogy nagyon sokszor erről van szó, hogy itt van ez az elbeszélünk, aki egyszerűen így próbálja megérteni a másikat, hogy egyáltalán, hogy, hogy ő másképpen ért meg olyan dolgokat, amiket ő, ő másképpen, tehát ő, ő, ő egyértelműen gondol. És itt jön az, amiről szerintem az egész szöveg nagyon látványosan szól, egy pillanat ezt még gyorsan befejezem, hogy hogy be kell látni azt, hogy az érzéseinket nem tudjuk irányítani. Tehát sokszor azt szeretnénk, hogy ezt ilyen racionálisan meg lehet mondani, oké, véget ért a szerelem, túllépek rajta, de pont erről szól erről a szenvedésről, hogy ez nem így van, hogy így csetintéssel arrébb tudunk állni. Hát ez az egyik olvasat. A másik pedig az, hogy, hogy, azt, azt, is, azt is tudomásul kell venni, vagy arról is szól ilyen értelemben, hogy hogy, 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 igazából nem érted meg a másikat. Tehát, hogy meg a másik se ért meg téged. Hogy valahogy az a világnak az alapműködése, hogy, 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 hogy félreértésben vagy. Tehát, hogy, hogy mindig csak azt tudod megérteni a világból, ami, ami te vagy valójában, vagy hát most nem akarok ilyen, ilyen vulgár helydegger ízékbe lemenni, de hogy, hogy tényleg, tényleg, tényleg az, a, az, az alaptapasztalat, hogy, hogy, ők nem értik egymást, nem mást akarnak, minden, és vannak azok a különleges pillanatok, amikor, amikor mégiscsak megértenek, és az, az azért annyira zseniális, vagy azért annyira felmelő, mert mérhetetlenül ritka. Igen, Tehát igen. amikor azt hiszi az ember, ugye, hogy, hogy, a, hogy a, világnak az a működése, hogy megértenek, hát nem. A világnak az a mikor Hogy félreértenek. És akkor né, félreértenek, meg úgy, meg magukat értik, meg, meg, meg egyáltalán. Tehát, és akkor, és, akkor, azért, hogy például pont a, nyilván a, ez a testi vágy, az, az, itt azért lesz ennyire fontos, mert ugye ez az, ami, az az, ami itt, 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 ugye egy csomószor van az, hogy főleg ott ugye a második részben már, amikor, amikor az van, hogy, hogy valahogy az van, hogy szavak nélkül megértettük egymást. Az a, van két-három ilyen akikkel csak leül beszélgetni, és, akkor, és, akkor, mindig valahogy így reflektális a szöveg, hogy, hogy, hogy szavak nélkül is tudtuk, hogy ugyanarra szövetkeztünk, Igen. hogy... És mi az mindig egy kaland, ugye arra szövetkeztünk. És ahogy az egyik elkezd érzelmeket táplálni iránt, tőle rögtön le is létszám, mert ugye nem erre szövetkeztünk. Ugye, és akkor ez is itt is, itt is ugye ez a félreértésnek. Vagy például ennek van egy olyan fokozata, amikor így rájön arra, hogy van egy nő, akiről azt gondolja, hogy ő vigaszt keresnél, és közben nem egyszerűen csak szebesülnie kell. Az, hogy van egy nő, aki azért azért van vele, mert el akar élvezni, és hogy ezt így nagyon zokol veszi, hogy ők kvázi, most kihasználják. Hát igen, igen, amit ő is csinál. Hát, a igen, igen, Tehát, igen, hogy a, igen. igen, de hogy, 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 hogy valami olyasmit mond, hogy igazából a, maga, az érzelmekkel nem tudsz közelebb kerülni a más. Csak, ez, csak valahogy ez a testiség, az ami az érzelmek a, a, szerelem lenne annak ugye az ígérete, hogy ez mégiscsak létrejöhet, de hogy ez, hogy ez mindig szarrá ebben az egészben. Hogy, és, akkor, és akkor ugye pont az első szöveg, amiben felolvastál, és kezdődött az egész igen, előről. Igen. Tehát lett egy új te, és abból megint ő lett, és minden szarrá vált megint, és kezdődött újra az egész előről, tehát hogy mintha azt mondaná, hogy ez a világnak a működése, nem értenek, te se értesz másokat, egyedül esetleg a testi vágyaidat kielégítheted, de, de, de az is egy ilyen korlátos, is a, a, végén újra jön a szar. körülbelül, ezt, ezt, állítja a szöveg, ami egy elég, elég radikális állítás, viszont van azért az embernek efféle tapasztalta, nem? Tehát, hogy, 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 hogy tényleg, tényleg, van a... Hogyha nem... Hát most nem, ebben nem akarok nagyon belemenni, de hogy, hogy, hogy nyilván, hogy, hogy van... Igen, lá hogy mondjam, nem egy teljesen valóságtól elrugaszkodott képeze, vagy, vagy helyzet ez a világ. Igen. Ami most nekem végig fölmerült bennem, hogy ugye ha abban egyetértünk, hogy ez, ez valami nagyon más megközelítés hoz az irodalmi hagyományokhoz képest. Tehát nagyon benne van az irodalmi tradícióban, nagyon sok ugye a Bibliát megmozgatja, nagyon sok képet, tehát nagyon sok kulturális tőkét megmozgat, ugye, és után fejezem ki magam. De amit én éreztem, hogy a vége felé, ugye, hogyha azt szoktuk mondani, hogy egy irodalmi szöveg azért próbál a katalzis felé elmenni, valamilyen ilyen irányba, itt, itt ez egyáltalán nincs meg. Ez, ez, és, és, ez, és ez, egy ilyen, ez egy ilyen, ilyen sokkoló, mert hogy így valószínűleg ezután a sok-sok szenvedés után valahogy azt, azt akarná az ütemérzéked, meg a, valahogy azt kívánnád, hogy itt, itt, azért legyen már valami egy pici feloldozás, hogy itt valami pici megnyugvást legyen, de hogy itt, itt, itt olyan érzésed, hogy ez végig megvan van feszívve egy rugó, és hogy így valamelyik pillanatban el fog pattani, és hogy itt, 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 még esélye sincs, tehát itt a reménynek a csirája sincs meg, és ez, ez, ez nagyon, ez nagyon Hát ilyen elkeserítő, tehát hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon szomorú szöveg, azért ezt mondjuk ki. Igen, nagyon-nagyon szomorú szöveg, és hát nagyon depresszív szöveg, azt, azt is mondhatjuk, és és még azért annyit az, azt, meg, azt meg én vettem a mostani olvasáskor észre, hogy ez tulajdonképpen egy fiatal emberről van szó, tehát egy, mi, mi most idősebbek vagyunk. Ezen én is ledöbbentem. Aki, aki már hogy 40 éves, azt, azt, azt így többször mondja, aztán persze nem tudjuk, hogy mikor íródik, de, de hogy ő már a halálát képzel, képzeli ott el a, a végén, ott, ott nagyon egyértelműen, hogy fog megöregedni egyedül, hogy először a kutyája hogy hal meg mellőle, hogy először csak a lábát húzza majd, aztán ott le, és ez a, a ugye a megfelelő napban is ugyanilyen, tehát hogy egy, igen ugyan ezek igen, a képek van, tehát egy picit, picit néha azt érzi az ember, hogy, a, hogy az Orra Vecz az valahogy mindig ugyanazt a szöveget írja, vagy, vagy, bizonyos motivumai állandóan, állandóan visszatérnek. Ez az öregség például ugye a, a, a megfelelő napban is, vagy, vagy, hát sok helyen, a, a, a is, tehát hogy a, akkor a, a, az új könyvében is ugye, hogy ez, a, hogy ez az öregség, betegség, hogy hogy, 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 el fogok múlni, és megint, megint a, 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 azzal való szembesülés, hogy a tested milyen, mulandó, vagy a testi örömök mennyire, mennyire, mulandóak, és hogy, vagy a testi élvezet mennyire, mennyire mulandó, és az ettől való félelem, vagy az ettől való rettegés, ez például úgy, úgy látszik. Igen, igen. Egy, igen. van is egy kép, amikor így megérkezik értében. egy idegen, egy idegen földrészre, és akkor ott a reptéren várja egy közös ismerős, és akkor meglátja, és az első reakciója az, hogy úristen, de megörekedett ez a, ez a nő, hogy megkopott a fénye, és akkor utána a következő igen. gondolat, akkor én is megöregettem. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez most nekem annyira ismerős érzés igen. volt így a COVID után, tehát hogy nagyon sok ember így, így, így igen. ilyen, tehát elmúlt két év, és akkor így rádöbben arra, hogy úristen. Igen. Vagy az a jelenet, emlékszel, amikor meglátogatja valamelyik tett, aki, aki mérhetett valami, vidéki, valami vidéki ócska izé. Igen, először azt hiszed, hogy ez egy álom. Aha, igen, igen, mérhetett, azt hiszed, hogy álom, de igazából nem álom, hanem hanem tényleg meglátogatja, kinyomozza egy korábbi szeretőjét nyilvánvalóan, igen, vagy korábbi igen. szerelmét, én meg akarja látogatni, és akkor azt mondja, hogy a hogy a, háj, az a az a rengeteg ami az az nem csak a szépségét tette tönkre, hanem a, hanem a, a, a igen, múltat. Is. Igen, igen hát ugye igen. most már nem lehet rá, nem lehet majd rá emlékezni, mert annyira undorító igen. lett. Uh... E, Egész igen, e, igen, Az, egy picit, mint a, mint a napsütöttes Tehát körülbelül igen, a, olyan szinten, igen. Ez a szint szinten igen. Az a szinten nyomasztó. Igen. Az. igen, ja, 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 igen. Van-e még valami, ami így, így, eszedbe jutott így a mostani újraolvasás kapcsán? Nekem, nekem az jutott eszembe, hogy milyen lehetne ennek egy, egy, de biztos van, csak én nem ismerem, egy ilyen feminista nézőpontú olvasata. Tehát, hogy hogy, 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 te neked mi volt az élményed igazából? Én, én kérdezem, hogy ez egy, egy, maszkulin szöveg? Vagy ezt ilyen egyszerűen el tudjuk ezt dönteni szerinted? Egy pillanat azért, azért hallgattuk egy kicsit, mert én, tudod, amikor olvasok, akkor mindig beleszoktam minden írni a szövegbe. És, uh, Barbár dolog. Ne, én így szoktam érni. És van is benne egy olyan, olyan mondatom, most nem hirtelen nem találom, persze ilyenkor nincs meg, hogy azt írom, hogy most már Egyáltalán nem akarja megérteni a másikat, hanem csak a saját sirálmait sorolja. És uh, itt föl is írtam magamnak, hogy uh, azért sem könnyű olvasni ezt a szöveget, mert nagyon felkavaró, uh, nagyon pontosan írja le az emberi játszmákat, mint a közvetlen szemtanúja lennél egy bántalmazásnak, egy folyamatos bántalmazásnak, Igen. vagy egy szerelemfértésből elkövetett gyilkosságnak. Tehát, hogy uh, Hát hogy, nagyon pontosan uh, fogalmazom. Uh, tehát, hogy végig ez, ezért iszonyat nyomasztó ez a szöveg, és uh, és így ugye az van, hogy amikor olvasol egy szöveget, akkor így, így próbálsz drukkolni a szerelmeseknek. mert volt az utas és holdvilág, ott a, a Mihálynak, meg az Elzsinek, ott, ott kifejezetten szurkolsz, hogy, hogy ezek, hogy ez, hogyha hogy próbálják meg újra, hogy, hogy de sikerüljön nekik, és akkor egy pillanatra azt mondja, hogy fog is nekik. És ott meg is van ennek a reménye, hogy talán. De itt egyszerűen még a reménye sincs meg annak, és egyszerűen nem tud szurkolni ennek az elbeszélőnek, és egyszerűen így, 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 és már ezek is kvázi, nem is azt mondott, hogy ez a szerelmei, már néha azt hiszed, hogy az áldozatai. Tehát, hogy így, hát ö, és, így és, ez, és, ez, nagyon nyomasztó. Nagyon nyomasztó. Meg, hát Aztán. ő is az áldozat. A, nekik. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen, folyamatos, ilyen keresztbe bántalmazás az egész, és akkor nem tudom, hogy emlékszel, hogy valamelyik barátja, vagy ismerőse valakivel kapcsolatban, talán a feleséggel kapcsolatban azt tanácsolja neki, hogy, 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 fogadja el így, ahogy van, vagy hagyja ott. Igen, és, igen, akkor, igen. és akkor azt mondja, hogy na ezt a kettőt nem tudtam megcsinálni. Tehát se elfogadni nem tudtam azt, hogy ilyen, se ott hagyni nem tudtam. És hogy, 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 ezért aztán ez egy rossz tanács volt, mondja, vagy, 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 ez egy értelmetlen dolog volt, mert hogy ezek nem így működnek, ahogy te is mondod. Tehát, hogy ez, hogy ez, az nem, úgy van, hogy, nem úgy van, hogy fogadd el olyannak. Hát ez, vannak dolgok, amiket nem tudsz elfogadni, és akkor persze, hogyha meg akkor meg nem tudsz nélküle lenni. Tehát, hogy egyszerűen hát igen, nagyon tényleg felkavaró, és tényleg, és akkor ott meg kiderül, hogy az már ilyen verekedésik volt, meg egyáltalán mindig csak bántják egymást, tehát hogy a kommunikáció az már csak az, hogy... Vagy van az a megrázó jelenet, amire ő is reagál, hogy amikor azt mondja, hogy egyszer csak betoppan a feleség, nem megbeszélt időpontba, és akkor a fiúk, és elkezdenek veszekedni az előszobába, és akkor a karácsonyra azt írja ki a télapónak a gyerek, hogy a hogy az anya legyen újra az apa felesége, vagy valami és Igen. akkor így mondja, hogy Igen. ezt nem mondjam el neked, de aztán mégis elmondom, mert annyira felkovart. Még azzal egészteném ki, hogy, itt, hogy itt, itt, itt a játszmákban tök teljesen mindegy, hogy itt most ez egy férfi követével egy nővel, vagy egy nő egy férfivel. Itt Igen, egyszerűen én ez, tehát hogy én itt az van, hogy itt, itt, itt az van nagyon naturálisan leírva, hogy bizonyos kap, egy kapcsolatban, akármelyik fél is, de amikor a másikat elkezdi dominálni és leuralni, hogy hogy az, hogy az, milyen sebeket tud okozni, és hogy ez, ez egy ilyen iszonyatosan kiszolgáltatottá teszi az embert. Abszolút, és ez, azt, azt hiszem, amúgy pont ezeket a pont ezeket az ilyen kapcsolati játszmákat azért, azért kevés, kevés olyan magyar szöveg van, ami ilyen, ilyen részletességgel, alapossá, alapossággal, és hát ennyire pontosan, nem? Tehát, hogy azért, azért az, 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 nyilván, hogy ilyen szintű játszmákban, vagy remélem, hogy te se voltál, meg én magamról tudom, hogy én azért nagyon-nagyon-nagyon nem voltam ilyenekben, de hogy hogy, 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 hogy akár az ilyen sokkal kisebb játszmázások is, amik azért minden emberi kapcsolatnak valahogy a részei, hogy azok is mennyire hát rombolóak vagy destruktívak, és akkor így el tudod képzelni, hogy ennek a százszoros, amit, amit, itt olvasunk, az, az hogy, ott, hogy ott tényleg, hogy mondjam, hát hát indokolt, hát hogy indokolt tablettához ugye az nem, de hogy meg tudod érteni, vagy hogy úgy jut el oda, igen, hogy, igen. hogy es, ilyen öngyil, ez ilyen öngyilkosságot igen, fog, olvas, igen. Hogy... Vagy ez például arra világít rá, hmm. hogy, ugye nagyon fontos az ember életében a gyászmunka, ennek a gyásznak a folyamatai, és mikor van, mikor az a pillanat, amikor már ez a kvázi, ez a gyász folyamat, ez a gyászoláshoz való viszony, ez már gátja lesz annak, hogy te kvázi túl tudj lépni ezen a dolgon, mármint hogyha az lenne a cél, hogy túl akarsz ezen lépni, de hogy mint hogyha egy idő után maga a gyász munka lesz a gátja a gyász feloldozásának. Nem tudom, hogy érted hogy így... Abszolút értem. Hát ez, ez amit már múltkor is beszéltünk, vagy valamelyik adásban pont beszéltünk erről, nem? Hogy, hogy most nyilván itt nem úgy gyász van, de hogy, azért egy szakítás, az, az ténylegesen egy gyász. igen, igen. És hogy, hogy igazából a kultúránk az nagyon kevés segítséget ad nekünk arra, hogy ezeket hogy kell normálisan feldolgozni, mert mindig ilyen baromságokat mondanak, hogy, hogy lépjél túl. De hát, hogyha nem tudsz túllépni, akkor nem tudsz túllépni, tehát ez az nem a te döntésed, hogy túl -e vagy nem, hanem amikor túl vagy rajta, akkor leszel rajta túl. Tehát, és nem azt mondom, hogy nem kell ezen dolgozni, sőt, kell dolgozni, de az, az nem segítség, hogy, hogy, legyél már túl rajta. Miért nem vagy már, és így megvannak sértődve, nem? Hogy te még mit gyászolsz még mindig. Az minden esetre segíthet, hogyha ilyen Olvasunk, mert ezek így mintákat mutat meg, és mégsem a saját bőrünkre megy a játék, és akkor így, akkor így talán egy kicsit így könnyebb. Így, így. Na, szerintem akkor ez így ez így szuper. Polcomon találtam Rész következik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szöveget hoztál, mert nagyon sok ziccert földob a szöveg. És kíváncsi vagyok, Igen. hogy melyiket, melyiket vártad be. Hát én a le legegyszerűbbet választottam, te teljesen természetesen a 26. évnek az első. Na, gondoltam. Aha. aha. Első, illetve egészen egészen pontosan a második résznek az első szövegét ami ugye úgy kezdődik hogy a, tehát az a második résznek a címe hogy a halál után és és ez, az, ez a, ennek a nyitó szonetje az, az azt most felolvasom ami közbejött egy nap ezer év ami közbejött áttörhetetlen még a tegnapi itt vagy és a különbség oly kicsi Szinte csak alszol, de közben örök dolgok kezdődtek. Tiltó küszöböd, mint átléptél, mindent felejteni, s végül tán épp a nevem mondva ki, az semmi papis-cézári erők szét nem zúzhatják. Szívem szíve, még itt vagy, itt a kihűlt 25 év, te adtad, te vetted el, áldva légy. Itt vagy, majdnem te, s mégsem te. Ami hiányzik, mi óriás, a kicsi. Sírodat zárják rám a zárai így van a vers. Hú, de jó, de jó, a rím, mert ez a, főleg az a kulcsos jelenetre, ez, ez, ez így tök jó. Hát igen, és akkor a, a, még talán az, ami, az, amit még, de majd azt lehet, hogy a lépcsőházban, mert most eszembe jutott valami, amit nem mondtunk, hogy ugye a 26. év ugye szonett, ami a legzártabb igen. forma, az aha, legzártabb aha. forma, ugye a próza vers az meg az egyik legkevésbé zárt, tehát így itt is van egy ilyen kiasztikus viszony a kétszer. Hát van a zárt, meg a záratlan zártatlan. Nah, zártatlan. Na, jó, Na én, ja. Krasznorka Lászlótól az Urgai Fogoly című könyvet hoztam. Egyfelől azért, mert pont az a rész, amit felolvastál, ez nagyon érdekes, mert azt terveztem, hogy azt a részt először felolvasom, és utána fogom ezt a részt. Majd ez az az Istenő ír című fejezetnek fogom az első Első két mondatát felolvastam, ezek nem annyira. az Krasznorkaitól felolvast egy mondatot, ez egy adás, de szerencsére ezek viszonylag rövidebb mondatok. Igen. És én ezt azért hoztam, mert az a második olyan könyvem, az első Urgai Fogoly kiadás az nem tudom, valakinél ott van, úgyhogy azt kérem vissza, egy fekete színű, talán még a szép irodalom is, vagy nem inkább szép halom könyvű, nem, 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 tudom. Na, viszont ez a könyv, ez az Urgai Fogoly című Krasznorki László könyvből az Isten női című rész jön. Igen, tisztelt, kedves Krasznorkai! Oly sok mindenre kellene rögtön az elején világos magyarázatot adnom, és oly sok mindenért kellene már is a bocsánatát kérjem, hogy igazán nem tudom, hol kezdjem. Félek ettől az idegen nyelvtől, félek, hogy nem leszek képes kifejezni rajta, amit mondani szeretnék, ha pedig mégis, akkor meg attól félek, hogy maga nem érti meg. Sőt, hogy esetleg már a megszúrítással megbántottam, vagy azzal, hogy nem jól írtam le a nevét. Ne gondolja, hogy kételkedem benne, elhiszem, és mindig szomorúsággal tölt el, amikor arról ír, milyen alapvetően megváltozott az élete, ami, ahogy maga azt a Lübü előadást nevezi találkozásunk óta. De el, fel vagyok zaklatva én is. És amióta csak elkezdett abból a távoli országból hazatérte után leveleket küldeni nekem, folyton azon gondolkodom, mit tegyek. Tegnap Wang bácsi, a Dingan lúpostása, ahelyett, hogy bedobta volna otthon a ládámba, szívességből behozta a színházba a maga 64. levelét, és mert mind a 63 után úgy döntöttem, nem válaszolok, hisz magának feltétlenül így lesz a legjobb, most, hogy elhatározásomat mégis megváltoztatom, ez a válasz 64-szeresen is nehéz. És akkor így folytatódik ez a levél. szerintem tök ide, annyira ide rímel, hogy mm. ez, 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 a legizgalmasabb, amikor így értelemszerűen erről szól az irodalom, hogy olvasó szövegeket, ezek újabb szövegeket juttatnak az eszedbe, és hogy így, így, így néha olyan érzésed, amit hogyha egyes, tehát hogy így, így, kölcsönöznék a szereplőket az írók egymástól, és akkor ez a, ezek, ezek a hangok így bejönnek. Na, hát akkor mielőtt a lépcsőházból hazatérnénk, még esetleg van-e valami, ami eszedbe jutott? Nekem nincsen más. Akkor már nekünk sincs más ebből az adásból, mint hogy megköszönjük a szíves figyelmet. Akinek tetszett az adás, az hallelujázza a Facebookon, ossza meg, mondja az, nem, az hallgasson. Az, az persze, az némaság az némaság legyen és egy dolgot kell még bejelentenünk hogy a következő könyv, amiről beszélgetni fogunk az Nádas Péternek az évkönyv című szövege lesz úgyhogy ezzel fogjuk ünnepelni a immár 80 éves nagyszerű kózairónkat úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet én Nesztály Sándor voltam én pedig Mészáros Márton